Szerbiában tavaly mindössze 130-140 ezer hektáros területen termesztettek szóját, ami az utóbbi két évtized legkisebb területének számít. Ennek oka az azt megelőző két év katasztrofális szójatermése. Dr. Vuk Györgyevic szójanemesítő a 2023-as szójatermést átlagosnak vagy annál valamivel magasabbnak nevezte. Az országos átlaghozam 2,8 tonna körül alakult. Az Újvidéki Mezőgazdasági Kutatóintézet szakemberei egy új fajta sorozat kinemesítésével válaszoltak az éghajlatváltozás kihívásaira. A megújított fajta választék mellett a termesztés technológiát is az éghajlatváltozás kihívásaihoz igazítják a kutatók. Ami a termesztés technológia módosítását illeti, itt elsősorban a vetési időhöz való viszonyulás változott meg. Már berögződött, hogy a szóját április elején vetjük. Azonban a klímaváltozás arra ösztönöz bennünket, hogy ezt az időpontot későbbre halasszuk. Elsősorban a talajhőmérsékletet kell alapul vennünk. A talajnak 12 foknál melegebbnek kell lennie ahhoz, hogy hozzáfogjunk a szója vetéséhez. Ez az utóbbi 10 év során április derekára tolódott ki. Ez lenne az egyik legfontosabb változás. Előnyös lenne az öntöző rendszerek kiépítése, azt azonban nem mindenki engedheti meg magának. Ami a fajta választékot illeti, a korai, nulladik érési csoportból a kínálatunkban továbbra is szerepelnek a már jól bevált fajták, a Vajevka és a Galina. Ezeket lassan az új, fokozott aszálytűrő képességgel rendelkező Atlas nevű fajtával fogjuk leváltani. Az első érési csoportban szerepel a jól ismert Maximus és az Apollo, de itt van a Hogar nevű új fajtánk, valamint a legújabbnak számító Daenerys, amely úgy szintén a fokozott ellenállóságú fajták csoportjába tartozik. A második érési csoportból egyelőre a Rubin és a Kolosz szerepel a kínálatunkban, de újabb fajták bevezetésén is dolgozunk. A napraforgó termesztőknek is számos kihívással kellett megküzdeniük, azonban a mélyre hatoló gyökérzetének köszönhetően a legfontosabb olajnövényünk viszonylag jól tűrte a kedvezőtlen környezeti hatásokat. A napraforgó előnye, hogy fejlett gyökérrendszerrel rendelkezik, és jobban elviseli az éghajlatváltozás következményeit, mint bármely más tavaszi vetésű haszonnövény. Mint tudjuk, számos régióban erős széllökések voltak. A prezentációban bemutattuk, hogy hibridjeink miként viselték ezt el. Mi viszonylag elégedettek vagyunk hibridjeink 2023-as évi teljesítményével. Tavaly 260 ezer és 270 ezer hektár között alakult a napraforgó vetés területe. A terepi információk alapján a nemesítők idén 250-270 ezer hektáros vetés területre számítanak. Ez az újratermelési anyagok árától, az időjárástól és egyéb tényezőktől is függ majd. A kínálatunkban 4 új generációs napraforgó hibrid szerepel, közülük 2 konvencionális hibrid. Ezek a Kruna, amely a szupercellás viharoktól sem dőlt meg, illetve az országos viszonylatban legmagasabb termést adó NS Ronin. A másik 2 új hibridünk az Express gyomírtószerre toleráns Sumo csoportba tartozik. Ezek az NSH8002-es és az NSH8005-ös. A 4 új generációs hibrid mellett a kínálatunkban szerepel még a Clearfield technológiával termesztető NS Pegas hibrid is. A különleges felhasználású hibridek közül a magas, olient tartalmú és bőtermű NS Szanolt említeném. Az NS Agronauta konzum hibridek közé tartozik, és szintén magas, 5 tonnán felüli termőképességgel rendelkezik. Az újvidéki nemesítésű napraforgó hibridek külföldön is ismertek, a világ számos országában termesztik őket jelentős területen. Az újvidéki nemesítésű napraforgó hibridek világszerte ismertek. Nagy hagyományokkal rendelkezünk, az esélyeink pillanatnyilag nagyon kedvezőek. A világ legnagyobb napraforgó termesztői Oroszország és Ukrajna, ők együttesen a világtermelés több mint a felét adják. Évente több mint 14 millió hektáron vetnek napraforgót. Kimondottan nagy a kereslet, sajnos vannak bizonyos nehézségek a kivitelben, mivel Oroszországban változnak az előírások. A mi hibridjeink azokon a piacokon már bizonyítottak a minőségükkel.
az ottani környezeti adottságokkal szembeni tűrőképességükkel és a növényi betegségek iránti ellenálló képességükkel. A tavaly nyáron kezdődött értékesítési évet kimagasló érdeklődés jellemzi. Ha Oroszországban nem lesznek behozatali akadályok, akkor minden idők legjobb pénzügyi eredményét valósíthatjuk meg az idei évben. Az Európai Unió piacán elsősorban a speciális felhasználású, magas olajintartalmú, illetve aszálytűrő szelekcióival van jelen az Újvidéki Kutatóintézet. A nagy tapasztalattal rendelkező napraforgó nemesítőt a szerbiai vetőmagtermesztés elemzésére is megkértük. Szerbia nagy hagyományokkal rendelkezik a vetőmag termesztés terén, és jelentős vetőmag kivitellel rendelkezik. Ez a hagyomány még az egykori Jugoszláviából származik. Az utóbbi évtizedben sajnos megfogyatkozott a vetésterület. Az 50 ezer hektáros vetőmag terméterület 37 ezer hektára csökkent. Szerencsére most viszonylag kedvező a helyzet. A 2022-es hivatalos adatok szerint ma kukoricából ismét meghaladtuk a 10 000 hektáros vetésterületet, szójából 5 000 hektáron, napraforgóból pedig mintegy 2 000 hektáron termesztettünk vetőmagot. A vetőmag Szerbia fontos exportcikke, a vetőmag vak tanúsítását végző Zombori Agroinstitút adataiból azonban az is kitűnik, hogy országunk viszonylag sok vetőmagot importál. A magnapraforgó mintegy 80%-a behozatalból származik, az olajrepcénél az arány ennél is nagyobb, a cukorrépa esetében pedig az összes vetőmag külföldről érkezik. A kukoricánál a behozatal aránya meghaladja az 50%-ot. Már a szója esetében is a 6%-nál tartunk, a búzánál 1, az árpánál pedig 3% a behozatali vetőmag aránya. Szerbia kedvező agroökológiai feltételekkel, nagymúltú nemesítő intézetekkel és kiváló káderállománnyal rendelkezik. A vetőmagtermesztésre vonatkozó előírásaink is szakszerűek. Sok esetben az uniós tagországok előírásainál is szigorúbbak, hangsúlyozta dr. Miklic, aki 3 kontinens számos országában foglalkozott vetőmagtermesztéssel. Szerinte a hazai vetőmagtermesztés jelentősége ellenére az állam nem nyújt megfelelő segítséget az ágazatnak. A szomszédos Horvátországban a gazdaságokat hektáronkénti 500-600 eurós külön támogatással ösztönzik a vetőmagtermesztésre. A másik fontos dolog a káderekbe való beruházás lenne. Ugyanis, ha évfolyamonként mind kevesebb hallgató iratkozik a mezőgazdasági karra, akkor 20 év múlva a vetőmagtermesztés sem lesz, aki felügyelje.